jó néhány olyan felhívást lehetett olvasni, amely arról szólt, hogy jöjjenek ki a debreceniek és búcsúztassák el a pályát. Így is azért azt gondolom, hogy nagyjából 7-8 ezer néző tartózkodik e pillanatban a stadionban. No meg egy óriási felirat, itt nőttünk föl, minden siker ide köt minket, Isten veled, Olá Gábor utca. Hát az utca megmarad, a stadion viszont nem, és én azt hiszem, hogy akármennyire is nosztalgikus a búcsú, nagyon rövid időn belül majd új emlékek és új helyszínek miatt lehet majd nosztalgiázni. Itt van közben a Kecskemét összeállítása, Németh Viktorral kezdődik, ugye, mivel a debreceni kölcsönjátékos Lukasi Polekcicső nem védhet, és a Debrecenben is vannak változások, szám szerint 3, ezekről majd a mérkőzés alatt mindenképpen beszélek, de hát nagyon közel már a kezdés, úgyhogy most egyelőre ezt nem akartam részletezni. Fekete László a 75. születésnapi alkalmából a családjától kapta meg a kezdőrugás lehetőségét, úgyhogy én azt hiszem, hogy számára is ez fontos pillanat, még az utolsó pillanatban ideért, hogy ebben a stadionban végezhesse el a kezdőrugást. A mérkőzést pedig a tiszta lilában játszó KTL Phoenix Mekano kezdi, majd fehérben látjuk a DVSZ Teva együttesét, ahol is Máté azonnal elválasztja Simont a labdától, majd Korhut adja vissza azt a kecskemétieknek. Korhut aztán rögtön javít ezzel a megelőző szereléssel, és Kulcsár már gyújtja be elől a rakétákat. Szidibe a másik irányba várta a labdát, de még így is el tud érte kanyarodni. Éppen ott a kecskeméti szektor előtt, ahol nagyjából 15-20 vendégszurkoló foglal helyet. Lázár kapja a labdát, és viszi rá Forróra, majd csapja be. Forró ugyan fölteszi a kezét, de nem is a kezével volt szabálytalan, hanem kint maradt a lába. Iványi érkezik, és adja a szabadrugást a debrecenieknek. René Mihelic, aki érkezik és aki leteszi a labdát, de van néhány megbeszélni valója Korhut Mihállyal, hiszen ballal ezt innen a kapu irányába lehet csavarni. Úgyhogy nem biztos, hogy a szlovén specialista kapja a meccs első szabadrugásának lehetőségét. Máté és Brükovics helyezkedik elől, és ott van az ugyancsak magas Ibrahima Szidibe. A második perc közepén Iványi most engedi el a szabadrúgást, és végül Korhut az, aki kapura rúgja. Tárkó Pavicevics magas, mégis tért magasságból kellett kifejelnie, majd visszakanyarintja Korhut a kapu elé, és megvan az első labdaérintése Németh Viktornak. Lukasi Polekcics egészen kitűnő teljesítmény nyújt idén tavasszal, ahogyan Mekő Balázs elmondta, teljesen ki volt éhezve, amikor kölcsönben szerződtették a futballra, és ez nagyon sokat hozzátett a Kecskemét teljesítményéhez, de mivel Debrecenbe jött kölcsönben, ezért nem játszhat csak úgy, mint Szécsi Márk, ez két alapember mínusz így kezdésként. De hát lehet folytatni a listát, hiszen Vukasovics és Eninfur is alapemberek a középpályán, szintén nem játszhatnak különböző okok miatt. Itt Patvaros Nagy Patrik került be a csapatba. Szakály megigazítja, hoppá, hozzájött középen egy kecskeméti Mihelics, hát ez gyenge kapáslövés volt. Ha egyáltalán érdemes lövésnek hívni, szinte levette a labdát Németh Viktornak. Pavicevics emelkedik, hát ez szép csata lesz Pavicevics és Máté között, főleg a levegőben. Nárkó Pavicevics húzza tovább, Savic elé Zsidai csúszik óriási nagy elánnal. Nagy Patrik, és Szakály lábában akadt el a labda. Kulcsár szaporázza, Karán viszont nem cifrázza. Szóval Polekcics, Vukasovics, Eninfur és Szécsi helyett Németh Viktor, Patvaros, Nagy Patrik és Pavicevics ebben a kecskemétben. Kondás elemér 5 védős játékra számított a vendégcsapattól, és bizonyos szempontból megkapta, hogy nyilván támadásban, hogyha felrajzoljuk a kecskemétet, akkor az 3-5-2, azt lesz majd érdemes megnézni, hogy védekezésben a 3-5-2-ből 4 vagy 5 védő lesz. A szöglet után becsúszik a labda középre, ott pattog, és Németh odaér! Aztán pedig a vonalról sikerül Simonnak blokkolni, az első ordító nagy helyzet kimarad. A játék pedig csak most szakad meg, amikor Iványi szabadrugást ítél a Debrecennek. Varga Zsolt és Medovácki János lengetnek egyébként Iványi Zoltánnak, Bognár Tamás és Takács János dolgoznak a kapuknál. Na nézzük, Mihelics labdája, Szakály csúsztat bele, Máté kotolja tovább, aztán Szidibéről Máté elé pattan, és Gréci mentett végül is a vonalon.
éles szögből, de a kapu torkából jött a kísérlet. És itt ez a hatalmas nagy német Viktor védés, aki idén az első tétmérkőzésén játszik, de be van melegedve, ez már most látszik. Bekő Balázsék aggodalmaskodnak, hiszen jól kezd a Debrecen. Bódi szabadrúgása, hoppá! A rövid saroknál Németnek kellett figyelnie, többen zuhantak oda a nyakába. Ezt is megúszta a Kecskemét. Aztán Gréci csúsztat bele a labdába. És bedobás a debrecenieknek. Póti próbálja meg Kijev toloncolni a 16-oson belülről Szidibét. Mihelics forgolódik. Póti már küldi középre a labdát, amelyre sem találja Szidibét. És egyébként is Németh Viktornál a labda. 37 esztendős a kapus, aki rutinos, több NB1-es csapatnak is tagja volt. Budaörsön dolgozott együtt Bekő Balázssal, aki pontosan tudja, hogy lehet rá számítani, és még akkor is, ha sosem volt itt Kecskeméten első számú kapus, de amikor kellett, például Antal sérülésénél, akkor ott volt a kapuban, és nyert is vele mérkőzést, amikor ő állt a kapuban, a Kecskemét nem is egyet. De mondom, idén nincs tétmeccs a lábában és a kezében. Szidibe, szép lekészítés, Bódi! Nagyon pörög a Debrecen az elsőt, 6 percben, és bőven vezethetne már. Kis túlzásra több helyzetet dolgoznak ki, most még néhány rosszabbul sikerült mérkőzés komplet 90 perc alatt, mert ez már a harmadik lehetőség. Pavicevic hátáról jó helyre pattant a labda, Savic dobta vissza a montenegróinak, Korhut lábát talált el a passz. Forró. Simon próbálja lerázni Mátét, az nem egyszerű feladat, Forró nem akarja kiengedni. Aztán Lázár. Őt is hasonló módon buktatta Forró az első percben, és most ugyanaz megtörténik Pepitában. Hasonlóan megtolja mellette Forró, és Lázár üti el. Azért közel teltház, laza teltház, hogy fogalmazzak így, a kapu mögött, tehát a debreceni tábor helyén ott viszont egy gombost így sem lehetne lejteni. Savic szabadrúgása, visszamegy Novakovics, és ebből majdnem gólt kapott. A kapufáról pattan ki Pavicevic fejese. És szerintem hozzá is ért még Nenad Novakovics. Most viszont Bekő Balázs fogadta a fejét, hogyha nem lett meg a vezető gól. Savic, Forró. Atvarostól Póti. Megint Pavicevic környékére a labda. Simon fejelte tovább. Atvaros. Varga. Lerázta magáról Lázárt. Varga kérné vissza. Valahogyan oda is erőszakolta neki Simon. Lázár mentett aztán. Nincs panasz az első 7-8 perc parádés tempóban, és sok-sok helyzettel kezdődik. Itt van még egyszer a kapufa, és most megmondhatjuk, hogy védette a kapus. Igen, hozzáért Nenad Novakovics. Túl nagy a bedobás, hoppá! Pavicevicnek, mint a kezére pattant volna a labda. Nem volt sípszó, és egyébként is jön a Debrecen. Bódi kéri már a vonal mellett. Zsidai. Szakály. Mihelics. Érezte, hogy merre jön a labda Varga. Itt sincs kezezés. Mihelics. Lázárnak tolja ki a labdát. Patvaros, ő fejelte ki, de nem jutnak vele messzire. Mihelics. Rossz helyre továbbított. Nagy Patrik ügyes cser után Savicnak. Higgadtan oldotta meg megint Savic. Nagy Patriktól Simon kapja. Ilyesen gurigáznak a kecskemétiek.
nem bagdossák el a labdát. Gréci tette hátra. Puti összerúgtak a labdára. Debreceni szempontból jó helyre pattant. Mihály is kapja a kiszolgálást. Németh! Rendkívül magabiztosan továbbra is. Jól gyorsította megszerzett labdából a Debrecen. Mihály is lövése eljött Varga lábai között, de pont leért rá a kapus. Zsidai labdavesztése, aztán Savic is orra bukott. Mihelics. Ez rossz indítás. Zsidai. Varga rövid előreívelését követően. Mihelics. Egyelőre nagyon sokat van játékban a szlovén középpályás. Kulcsár kevesebbet, de most nála a labda. Szépen tolja be a 16-oson belülre. A visszapasztra Savic számított. Forró. Nagy Patriktól Gréci. Túljutott Korhuton, és Paképnél is tudja adni a bal hátvédet. Gréci beadása. Szép védekezés volt. Bódi szerzi aztán meg. Brükovics mentett egyébként a 16-oson belül. A Liga kupában Morozov játszott, de a bajnoki kor most Máté és Brükovics, a két belső védő. Mészáros ugye visszatért a Liga kupa meccsen másfél hónap kihagyás után, kezden a Videóton ellen a második fél időben, de talán az még nem volt az igazi. Szakály. Bódi átpróbált ellőni. Karán fájlalja a derekát. Bódi nyesi be ismét, ott a helyzet! Szakály a kaputorkában nem tud hozzáérni. Nem lassítanak a csapatok. Ugyanolyan intenzív a meccs, mint az első perctől fogva végig. Átpattant a labda a bevetődő Szakály fölött. Egyesek teljesen nyugodtan, szívbaj nélkül, mások a Szotyit is elejtve nézték a kapu előtt elsuhanó labdát. Itt látjuk Kulcsárt, aki a Paksi legutóbbi 0-0-ás mérkőzésen kimaradt a kezdő csapatból, de volt összesen három változás, hiszen Szejdi, Bolász és Tisza sem kezdenek az egy héttel ezelőttiekhez képest, viszont Szakály, Kulcsár és Szidibe van ott a kezdés pillanatától. És ugye itt Szakály játéka volt kérdéses, neki 9 napja volt egy kézműtéte, a kézközép csontja törött el a debreceni csapatkapitánynak, lemezeket ültettek a kezébe, úgyhogy most a jobb kezén csuklóján egy speciális kötéssel játszik. Savic. Pavicevic. Nem volt veszélyes a beadása. Mihelics. Kulcsár jön ki megint a vonalhoz. Mihelics. Kulcsár megpróbálta lehúzni a fejét, így is eltalálta a passz. Forró. Patvaros. Savic. És Forró próbálta visszatenni neki, így viszont Patvaros élet. Korhut labda szerzése. Szidibe teszi vissza neki középen, Kulcsár válik be az emberről. Szép megelőző szerelés, de Karán még nem mentette meg a Kecskemétet. Patvaros ezzel fejessel, igen. Elindul Simon az egyik oldalon, a másikon is van egy ember, de ő lesen, viszont így most már Simon vissza tudott lépni. Átemeli Pavicevic fejére. Savic elcsúszott a lövésnél. 3-3-ban lövésig azért a kontrát Dekő Balázsék végigvitték. Azt kell mondjam, hogy meglehetősen bátor játékot és bátor felállást választott a Kecskemét, mert
az rendben van, hogy támadásban három védő, de azért védekezésben forró áll vissza a bal oldalon. Azért Gréciről azt nem állítanám, hogy a jobb hátvédet játszik, mikor a Debrecennél van a labda. Elől viszont ugye Simon és Pavicevic, tehát tulajdonképpen két csatár, és mögöttük egy megerősített középpálya Savicsal, Patvarossal, valamint Nagy Patrikkal. Lázár, és így a két szélen Gréci, illetve forró. Gréci most ráadásul átkeveredett erre az oldalra. Erre a passzra Máté pont itt számított. Ez labda. Savic. A kötény nem jön be Szakállyal szemben, és Szakállyal ebből visszaindítja Kulcsát. Nagyszerű becsúszás volt, és a passz is jó Karántól. Patvaros. Nagy Patrik. Simon Jócsiel elcsapta be Zsidait. És aztán visszatennék neki, átveszi, és nagy védés Novakovicstól. A szurkolók, sőt, Sándor Tamásék a debreceni kispadon a negyedik játékvezetőnek mutatják, hogy az kezezés volt, és hogy Simon kezéről pattant a labda tovább, de Iványi elengedte. És így nagy szükség volt Nenad Novakovicsra. Bódira mutat meg. Karán behúzódik róla. Megpattanó labda, veszélyes volt, forró kanal azt el. Gréci. Túljutott volna Lázáron, akinek a második hasonló szabálytalanságát láttuk. Iványi alig, hanem erről most el is fog csacsogni vele. Sőt, több ez, mint beszélgetés. A kettő együtt kiad most egy sárga lapot. Iványi egy kézmozdulattal utalt a korábbi forróval szembeni szabálytalanságára, és a másodikért már a lapot is odaadja neki. Lázárt ugye le kellett hozni, a paksi mérkőzésen megsérült, és a jobb hátvéd posztja ugyan gazdagnak tűnik a keret alapján, de sem Bernát, sem Nagy Zoltán nem bevethető még, tehát tulajdonképpen nem volt nagyon más választás a Gondás ellenőrnek, mint hogy a hét elején edzéseket kihagyó Lázárt tegye be. Persze az nem a világ vége, valaki egy-két napot nem edz, de tény, hogy több napot nem tudott a csapattal készülni a bek. Horhut. Szép átlépés volt Szakálytól, mégsem jutott el CDB-hez a labda. Bódi. Zsidai. Horhut kérte el. Szakály. CDB-be. Szűk területen a játék, de tartja a Debrecen. Horhut is szabad embert talál. Szakály lövél takarásból, Németh! Nincs rá panasz, én azt hiszem. És nincs panasz, sőt éppenséggel tapsilleti Szakály lövését is. Addig passzolgattak, még csak meglett a lövőhelyzet a debrecenieknek. És innen látjuk majd jól, hogy bizony föl kellett nyúlni, ráadásul ellenkező kézzel Némethnek. A 18. perc, hát már egy meccsnyi esemény zsebben. Kulcsár beadása. Horhut, összerúgtak Savicsal. És aztán Savics megrúgja a labdát fedezni próbáló Lázár, ez is sárga lap. Savics ott van, elnézést kér, de most már átadja a terepet a debreceni orvosoknak. Ez Savicsi a mérkőzés második sárgája. A múlt héten volt rúgott az MTK-nak, igen, az abban hegedűs is valamelyest benne volt. Tavasz elején nem lehetett rá számítani, de amióta rendben van Savics, azóta nagyon jól megy a Kecskemétnek, mert is közepe tájékán térhetett vissza a csapatba. Mihály itt szabad rúgása. Pavicevicsét Cidibe dobták magukat. Alacsony fej kontra magas láb, de
kellett ítélni egyik irányban sem. Karan. Pavicevic. Ez is egy ilyen helyzet, hogy aláfekszik, vagy rámászik. Mint előbb az alacsony fel, magas láb, de végül nem minden debreceni legnagyobb egyetértése mellett, de a Kecskemét rúg majd. Mondás elemér mutatja, hogy merre lett volna szerinte a helyes ítélet. Pavicevic pedig lent marad a füvön. Megkoppintotta őt Zsidai. Hát addig egy pár szót hadd beszéljek azért a stadionról, ha már ha nem is minden, de nagyon sok tényező a stadion búcsúja köré épült itt a mérkőzés felvezetésében. Hadd mondjam el, mert nyilván sokan vannak önök közül, akik soha nem jártak Debrecen, mert hogy ugye ránézésre ez egy nagyszerű kis katlan, nincsen futópálya, nézők közelülnek a pályához. De az a lelátó rész, amit itt szemben látnak, az csak innen fest ennyire jól. Tehát ez tulajdonképpen mobil lelátó, amit nem is 93-ban, hanem csak az azt követő években egészen az ezredfordulóig húztak ide föl. És tulajdonképpen úgy kell képzelni ezt a stadiont, hogy ez az oldal, ahol mi ülünk, és ahol ugye a TV közvetítés jóvoltával képletesen önök is ülnek, ez tulajdonképpen egy domb, tehát egy régi feketes alakos pályának a pályamenti dombja, illetve a baloldali kapu mögött, ahol most a debreceni tábor van, ott is van egy domb, és a dombra építettek székeket. Az összes többi oldal, tehát a szemközti és a jobb oldali, a szintiszta mobil lelátó, amit egyébként el is fognak majd innen bontani. Annak idején került 80 millió forintba, és most árulják. Nem tudom mennyiért, de a lényeg az, hogy itt majd a tervek szerint a Léta, illetve a DVSC Deac, tehát a reményeik szerint másod és harmadosztályi fiók csapat futballozik majd, de a szemközti és a szélső jobboldali lelátók nélkül ez a sorsa a stadionnak. Savic beadása, Pavicevic ugrik, most már jobban van sokkal. Varga emeli meg még magának, pályán is tudta tartani a labdát, Vihelics fejelte ki, nem túl messzire. Savic emelget, és ellövi jobbal is, mellé. A múlt héten ballal pontosabb volt. ...1993-ban jutott fel az élvonalba a Debrecen, akkor a játékosok kimondott kérése volt, hogy ne a Vágóhíd utcai pályán, hanem itt legyenek az NB1-es meccsek. És nagyon sokat számított az is, hogy Garambölgyi Lajos, az akkori edző azt mondta, hogy alapvetően itt jobbak lesznek majd a körülmények, és sok mindent köszönhet az azóta elhunyt legendás debreceni edzőnek a Loki. És hát ez alapján talán kicsit azt is, hogy végül mindenkit meggyőzött, hogy a csapatnak itt a helye. Az első meccsen Debrecen Videóton összecsapás volt 5,5 ezer néző előtt. Azon a meccsen Kondás Elemér játszott a Debrecenben, Bekű Balázs pedig a Videótonban. A Debrecen 2-1-re nyert Dombival, Kondással és Sándor Tamással. Ugye Sándor Tamás és Kondás Elemér ma a csapat vezető, illetve pályaedzője, Dombi Tibor pedig a játékosa. Igaz, az nem adatik meg neki, hogy a stadion első és utolsó mérkőzésén is játszon, hiszen ma nem nevezte be Kondás Elemér. Sárga lap, Pavicevic addig aggályoskodott, akadékoskodott, hogy honnan kell rúgni a szabadrúgást, amíg Iványi egy sárga lap segítségével győzi meg róla, hogy ez nem az ő dolga. Meg ő Balázs mosolya, mi más tud tenni. Kulcsár hagyja ott Szilivének, de Karan élet végül a labda. Ez viszont Les, Pavicevic. A Les határól indult, legalábbis annak a közvetlen környékéről a montenegrói. Nem engedték tovább. Szidive. Nagy csata a labdáért. Szakály elvette, majd fönnakadt, és ő már kap szabadrúgást is. Itt akasztották, nem nagy Patrik volt szabálytalan.
Zsidai. Bódi, Szakály és Zsidai megint. Elindul Korhut is, tovább is húzta neki a labdát Szakály. Kulcsár érkezett, de nem tudta pördíteni kapu felé. Pavicevic küzd. És aki látta a múlt heti gólját Pavicevicnek, aki lehetetlen helyzetben ment el egy hatalmas Folexis kirúgásért, és aztán valahogy a betuszkolta a labdát, azt tudja, hogy el is fog menni minden ilyen labdáért. Közben Pavicevic lent marad, Gréci viszont már a 16-oson belül. Máté nem tudta átemelni a labdát. Pavicevicet alig, hanem fejbe rúgták. 3 méterre az iménti balesete helyszínétől. Megint lehetséges, hogy ápolni kell majd. Nézzük csak. Itt bizony. Brukovic Toplia találkozhatott a fejével. Igen. Arcon talpalt a Brukovic. És Iványi ad is egy sárga lapot. Hát ha ez szó szerint egy karcolás nélkül megúszta Darko Pavicevic, akkor jól jön ki a dologból. Forró bedobása. Kulcsár. Föl is kapta a lábát, hiszen érezték Karát, valamit mindenképpen el fog találni, akkor gondolta, legyen inkább a labda. Itt van Kulcsár, aki hatalmas nagy gólt rúgott a két csapat őszi 3-0-ás debreceni győzelemmel végződő meccsén. Távolról a 16-oson kívülről. Szerint Buarda fejezett még be egy kontrát, ugye Buarda még mindig sérült, illetve emlékezetes szóló gólt rúgott Korhut Mihály, aki a saját tér feléről indulva kígyózott végig. Akkor a forduló gólját szerezve. Kis itt a nap. Ahhoz képest egy milyen pörgős, mozgalmas és helyzetekkel teli mérkőzést látunk. Tulajdonképpen kész csoda, hogy az első félidő első fele, bőfele úgy telik el, hogy nincs még gól. Simon nem tudta megszerezni a labdát. Jön a felévedés Kulcsár irányába. Póti. Korhut emeli fel a labdát. Szakály tudta megállítani, visszakészíti, Bódi lövés, kijön a kapusról, 1-0 Ibrahim Asidibe. A 28. percig kellett várni. A stadion búcsúztató mérkőzésen, tehát megvan a Loki vezető gólja. Az eddig parádésan védő német Viktorról pont Asidibe lábához kattant a labda Bódi lövése nyomán. Szakály készítette vissza, Bódi nem állította meg, és nem kifelé üti német, hanem befelé csúszik róla, és estében Szidibe bekotorja. Viszont, ami nem ennyire jó hír debreceni szempontból, hogy kényszerű csere következik majd rövidesen, és Ludanski melegít már a vonal mellett. Hogy milyen posztra jön, azért megfejtetetlen, mert Ludanski a védelemben szinte bárhol és a középpályán is középen elfutballozgat. Tehát akár Zsidai, Lázár sérült, jó megoldás. Lövés közben. Nagy Patrik lábáról perdült a labda. Ludanski felszerelését közben ellenőrizte a negyedik játékvezető, és Lázár Pál sérült meg. Ugye említettem, hogy ő napokat hagyott ki a Paksi sérülését követően, hogy ez
fújult ki, vagy emiatt kell lehozni, azt egyelőre nem tudom. Az biztos, hogy így aztán ebben a pillanatban Bernát Nagy Zoltán és Lázár is sérült jobb hátvéd, és ezen a poszton így aztán alig nem Ludánszky játszik majd a folytatásban. Jobb hátvéd volt egyébként Ludánszky kedden is a Videóton elleni Liga Kupa meccsen. Jó teljesítmény nyújtott, nem mellesleg ő szerezte a Debrecen egyetlen gólját az 5-1-re elveszített első elődöntőn. Most megint ott van a pályán. A múlt heti sérülése miatt jön le Lázár, mondják kollégáim. Bódi picit hosszan tette tovább, Forhut már nem érte el a labdát. A mérkőzés kezdetekor ugye 3 pont csak a különbség a Debrecen és a Győr között. De az előző fordulóban egészen más volt a lélektan, mert Pápán győzött a Győr, és onnan kellett a paksi mérkőzésen a különbséget visszaállítani a Debrecennek kellett volna, ez ugye nem sikerült. Most a Debrecen teheti az első lépést, és ezzel ők tehetnek nyomást a holnap délután 16:30-kor az Újpestet fogadó győri Etóra. Már egy nappal korábban. Kulcsár megszerezte a labdát, és aztán rúgja át keresztbe, Póti csúsztatja ki. Bódi. Szidi bemaradt ott meglehetősen tisztán. Pótit rúgta fejbe a beadással. Összefejeltek Ludánszkijék, azonnal mutatja Iványi, hogy lehet jönni mind a két oldalról ápolni. Nagyot koppant a fejük. És már egy sérülés sosem jó apropó, de amíg áll a játék, addig ha már búcsú meccs, akkor még pár gondolat erről a stadionról. A mai nemzeti sportban megszólalt Makrai Balázs, aki az ezeret forduló környékén volt a Debrecen ügyvezetője, és felidézte, hogy az UEFA annak idején ezzel a stadionnal illusztrálta, hogy milyen pályán nem szabad európai kupa meccset rendezni. Ezzel kapcsolatos az a legenda, ami hát egyébként több mint legenda, hiszen itt többen megerősítették, hogy megtörtént, hogy a Shakhtar Donetsk vezetői megkérdezték, hogy nagyon klassz az edzőpálya, de hol lesz majd a mérkőzés? Hiszen nem akarták elhinni, hogy ebben a stadionban futballoznak majd. De fölidéztek egy itt vizitáló újságírót is, aki miután megnézte, hogy Zsuzsák Balázs hol nőtt föl. Vagy nem tudom, hogy kész torít keverek, mindegy, a lényeg az, hogy egy újságíró is azt kérdezte, hogy most már vigyék el a stadionba, mert nagyon vicces, hogy megnéztük az edzőközpontot, de szeretnék látni, hogy hol meccsel ez a csapat. Aztán beszélt Sándor Csaba, aki több mint 300 meccset játszott a Debrecenben, és azt mondta, hogy az az ötlet, hogy ne a Vágóhíd utcában, hanem itt játszanak, az tulajdonképpen onnan jött, hogy a felesége Sipos Éva a Debrecen kézilabda csapatában játszott, és így aztán ők is nagyon sok kézi meccsre jártak, és érezték, hogy mennyit jelent az a lányoknak, a kézis lányoknak, hogy nagyon közelülnek hozzájuk a nézők. És itt ugye ebben a stadionban erre lehetőség volt, hogy mindezt megteremtsék. Ugye korábban volt futópálya, tehát 93 és a feljutás előtt, már ugye hát többször is ingázó csapat volt a Debrecen a két osztály között, de azokban az években igen messze volt a közönség a debreceniektől. Az ápolások most már a pálya mellett folytatódnak. A mérkőzés pedig a 34. percben, de hát nyilván jó 2-3 perc hosszabbításra, többszörös ápolások miatt kell majd számítani a játék rész végén. Simon
Pavicevicnek szúrta volna oda a labdát, szabálytalan volt Darko Pavicevic. Most nem vitatkozik, hiszen van már sárgája, azonnal inkább összeharapja a száját és eljön onnan, sem hogy megszólaljon. A 93. augusztusi Debrecen Videóton, tehát ennek a pályának az első meccse volt egyébként Kondás Elemér bemutatkozó mérkőzése az NB1-ben, tehát ahol a mostani ellenfél edzőjével Bekő Balázsral egyszerre voltak pályán. Tehát volt olyan meccs is egy évvel később, vagy másfél évvel később Fehérváron, amit a Vidi 2-1-re megnyert, ott még Horváth Ferenccel is kiegészült, tehát itt azért a mostani edző generáció tagjainál nyugodtan lehet olyan meccseket találni az archívumokban, ahol nem csak ketten, hanem akár hárman is egyszerre voltak pályán. Puti. Dobás, kint volt a labda. Hát annyit arról, amit Gondás Elemér várt, hogy öt védővel játszik majd a Kecskemét, hogy a védekezésben három ember van hátul, Póti, Karan és Varga, de tulajdonképpen a negyedik, aki ezt kiegészíti, az Forró a bal oldalon, tehát négy védő a Debrecennél van a labda, és három, amikor náluk, tehát szó sincs arról a Unker fosziról, amire esetleg a Loki appellált. Pavicevicet lökte ki Korhut a labda alól. Renát Novakovic. Régóta nem volt már dolga a kapusnak. Savic nyúlt alá a labdának, csak nem eléggé. Mihály is túl sokat várt. Aztán Gréci szerez labdát Ludánszkitól, aki nem lehet még Isten igazából bemelegedve. Pavicevic engedte el ezúttal rosszul. Szidibe, szép átvétel. Mehet Kulcsár, óriási terület van előtte. Bódi is megérkezik a támadásra, Mihály csak Imelámmal követi. Kulcsár döki tovább. Már át kellett ugrani a lábakon, nem volt pontos a labdája. Német. Gréci fájlalja a lábát. Az elmúlt két fordulóban, az elmúlt két héten Gréci. Hoppá, közben eladott labda, teljesen váratlanul Kulcsár megindul, behúzza középre, még megforgatja, gyönyörű kiszolgálás, 2-0. Szidibe dupla, de nem véletlenül mutatnak itt a többiek felé, mert villámgyorsan a megszerzett labdából szépen kigurigázta a DVSC. Ibrahima Szidibe második gólja. Kecskeméti szabadrúgásból gyorsan hozzáteszem. Egy, hát hogy így fogalmazza, gondatlanul elvégzett szabadrúgás a felőző vonal környékén. Nézzük meg, egyszerűen háttal van a játékos, akinek lepasszolják, és ebből már 2-1 elleni helyzet, és Kulcsár addig pörgeti Karánt, amíg aztán teljesen tiszta a kiszolgálás Szidibének, és rugat még egy gólt a csatártárssal. Karán nem tudta, hogy kire figyeljen, hátrált, amíg tudott, de nem tudta kivédekezni. Több generációs öröm, mint láthattuk a lelátón. Simon. Szakály, közben hangosan beszélő tájékoztatása szerint Patvoros kapott egy sárgát még. Thank you.
lesz labda. Savic majd forró. Matvaros. Kíváncsi vagyok, hogy Bekő Balázsnak van-e valamilyen válasza, akar-e stratégiai választ adni a kialakult helyzetre. Mert bár a csapatának is voltak lehetőségei, de sokkal több a Debrecennek. Hozzáteszem, azzal nyilván nem számolhatott, hogy ilyen buta eladott labdából kaptak majd egy gólt. Az, hogy a kapusról rossz helyre pattan, azt is lehet a pech számlájára írni, de összességében a helyzetek száma alapján ez a bátor játék egyelőre öngyilkos taktikának tűnik. Kulcsár! Bódinak húzzák le. Szépen emeli vissza. Mielic várta, hogy a szájába essen a sült labda. Forró. Patvaros. Hihetetlen agresszív módon jön a labdákért már az ellenfél tér felén a Debrecen. Még akkor is ez az agresszivitás, mert szabálytalanságot szült Szidibénél. Simon. Ő is csak ügyel bajjal. Kérdés, hogy ezt a hihetetlen tempót tudja fokozni, vagy tartani a Debrecen a folytatásban is. Megkockáztatom, hogy a bajnokságban a 2014-es bajnokságot ideértve messze a legjobb 40 percet, vagy mondjuk fél időt játssza a Debrecen. Talán a második legjobb az rögtön az első volt. Még a Diós Győri, de aztán ott a kiállítás után már átalakultak a dolgok. Szaká előkezve mellé. Tehát még ha győzött is a Debrecen hazai pályán, hiszen azért nyilván erre volt példa, 2-0 a Szombathely ellen, 1-0 a Pécs ellen, de ehhez hasonló közönségszórakoztató játék 2014-ben én azt hiszem, hogy még nem volt bajnoki meccsen. Hát persze volt kupa meccs 4-2 a Diózsőr ellen, de maradjunk annál, hogy azért az OTP Bankiga meccsek most még egészen más millióben zajlanak, talán külön is kezelendők. Patvaros, aki ugye sárgás lett a gól környékén, reklamált valamit. Kulcsár csúsztat. Mihelic adta most el a labdát. Kulcsár és Kondás ellenér is azonnal bíztató tapssal. Próbálja helyreállítani Mihelic, alig ha nem kevéssé megrendült lelki egyensúlyát. Kavicevic. Zsidai szedte össze a labdáját. Brukovic és Lodánszki ül le. A meccs alakulása szempontjából jól áll a Debrecen, de ha a csere jobb hátvéd sem tudja befejezni a meccset, akkor meg rosszul. Vele mi történhetett? Nem láttam. Őszintén szólva, hogy volt-e ütközés, vagy egy személyes balesetről van szó. De őt is hordágyon kell levinni. Pontosabban őt hordágyon kell levinni, és ez sok jót nem jelent. Akkor ez összességében e pillanatban 4 sérült jobb hátvér a Lokinál. És egyenesen az öltözőbe mennek, meg sem próbálják talpra állítani. Kollégáimnak köszönöm az újabb friss információt. Alig, hanem agyrázkódás gyanújával viszik be Ludánszkit. Az összefejelés nyomán vannak látás zavarai. Így az információk a pálya mellől. Novakovic nagy pártus mutatványa, hogy ki ne hűljön. Ez pedig azt jelenti, hogy talán váratlanul hamar, de mindenképpen tervezetlenül. Mészáros Norbert másfél hónap kihagyás után is
fél-fél időt követően, vagy egy, mondjuk egy teljes fél időt követően, amit a Liga kupában töltött el, bajnoki meccsen is pályára lép. Sakai Feri tovább. Szilibe egy picit szűkre szabta ezt a visszapasszolt labdát, és elnézést is kért azonnal. Póti. Simon Póti. Nagy húzza vissza megint csak Pótinak. Pavicevic fejére a labda. Pavicevic próbálta Mátét túlugrani. Szilibe pedig kiengedi. Kirúgás következik. És most a csere. A csere cseréje lesz tehát Mészáros Norbert. Két sérült jobb hátvédet és két gólt tud felmutatni a Debrecen egy fél idő alatt. És akkor érkezik Mészáros. Alig, hanem ő játszik majd a védelem jobb oldalán. Ez sem éppen egy gyakori felállás, de talán nem lesz tőle idegen ez a poszt, hiszen annak idején ugye tudjuk róla, hogy középpályás volt, akként is igazolt ki annak idején a Cottbusban Németországba. A védelemben igaz már belül játszott, de itt most akkor egyel az eredeti posztja mögött a jobb oldalon a védelem szélén Mészáros. Aki tehát bejött kedden a Liga Kupa meccsen a Videóton ellen, de azt kell mondjam, hogy nem volt még az igazítás, sem sebességben, sem labdabiztosságban. Nem volt mondjuk olyan formában, mint ami miatt 9 alkalommal tagja volt már a magyar nagyválogatottnak is. De most nincs idő őt építgetni, be kell tenni. Forró. Megelőző szerelés Korhut. Ezúttal nem vállalja végig, mint az őszi meccsen. Átteszi Kulcsárnak, Kulcsár fejes kapu mellé. Honnás Elemér nem ezt a megoldást választotta volna, alig, hanem. Csak a mozdulatból próbálok következni, lehet, hogy merre vette volna, hogy elmenjen a védő, és úgy tette volna be a kapuba. Varga Csele. Pavicevic nem tudta megtartani. Zsidai. 10 másodperc van hátra a jelzett 2 perces hosszabbításból. Mészáros, majd Máté kapja a labdát. És e pillanatban véget ér az első játékrész. A stadion búcsúztató mérkőzésen nem mellesleg a listavező Debrecen számára. Nagyon fontos összecsapáson, tehát 45 percnyi játék után Szidibe egy gól, Szidibe még egy gól, és egy, azt hiszem, hogy a szezonban rég nem látott aktív, pörgős futballt mutató Debrecen, magabiztos hazai vezetés. Jön az elemzés rövidesen majd Budapestről. Jön a folytatás az Oláh Gábor utcai stadionból, ahol 2-0-ra vezet a Debrecen, de Balázs Zsolttal erősít Bekő Balázs, akit ráadásul Nagy Patrik helyére küld be. Eddig sem volt éppen teljesen defenzív a Kecskemét felállása, kíváncsi vagyok, hogy ez a kockázat, ha egyáltalán az lesz, akkor mekkora, és hogy mennyit tud mozgósítani majd Bekő Balázs együttese, hogy közelebb zárkózzon. Azt azért elmondom, hogy a második félidei kezdőrugást egy debreceni törzsszurkoló Gyurkó István végzett el, akit Attila fia
ajándékozott meg a 70. születésnapjára, ezt nem láthatták. Bódi kapja a labdát rögtön a második félidő elején, és keresi a lövőhelyzetet. Aztán Szakály. Mihelics. Gyönyörű passz volt. Sidai akarta talán maga elé engedni, de végül Kulcsárhoz került a labda. Bódi beközépre, ez így veszélytelen. Nagyon sokan még csak most érkeznek vissza a szünetről. Hát igen, azt hiszem, hogy a kiszolgáló egységek szempontjából ég és föld a különbség a mostani stadion és a nagyerdei, az új nagyerdei között. Azért azt tudni kell, hogy most egy dolog, hogy itt mobillelátók vannak, tehát ez a stadion, ez persze ránézésre az, de úgy szerkezet szempontjából talán mégsem. Tehát a kapu mögött helyet foglalók és a szemközti lelátón lévők, mondjuk ha mostóba akarnak menni, akkor hát jobb, ha hoznak magukkal valamit, mert annyira nagy sorban, hogy a teltház van, egyszerűen nincs megfelelő számú kiszolgáló egységere, nem futhatta, nem futotta, mint ahogy aki kortyolt volna néhányat, az is egy kígyózó hatalmas sor végére kellett, hogy beálljon. Mindez az új nagyerdeiben már egészen máshogyan lesz. Szakály. Visszakerül hozzá, ki tudja hogyan, aztán megfogta a karját Simon, szabadrugás a Debrecennek. Itt visszaszerezte, és aztán végül lehet, hogy patrulás volt szabálytalanabb, mint Simon. A becserélt, majd agyrázkodás gyanúval lecserélt Ludánszkit elvitte a mentő a kórházba, úgyhogy az agyrázkodást kis vizsgálják nála. Ahogy említettem, az első fél időben látászavarok miatt kellett őt lehozni. Nagy Viktor állítja be precíziós műszerként a kecskeméti falat. 48. perc, trükkös kombináció, Balázs Zsolt lépett bele Korhut lövésébe. Brükovics, Zsidai. És hátra egészen Nenad Novakovicshoz, akinek egy parádés védése volt, de az nagyon sokat ér, mert ha 0-0-nál a 7. percben Pavicevic fejesít, valahogy nem tolja kapufára, akkor nem biztos, hogy ilyen kényelmes előnnyel vonult volna a szünetre a Debrecen. Sőt, szinte biztos, hogy nem. Szép volt a labdaszerzés, és Szidibe már tolja vissza Korhutnak a labdát. Sikerült megelőznie Pótinak Kulcsárt. Nagyszerű hangulatot teremtenek most a debreceniek, de volt időszak, amikor ők is tiltakoztak és nem jöttek el a csapat mérkőzéseire, de mostanra, amikor közel az új stadion átadása, már teljes mellszélességgel és teljes létszámmal ott vannak a csapat mögött. 49. perc. Bódi küldi át a másik oldalra a labdát. Brükovics két embert lefejelt. Póti az alapvonali játékvezetővel, Takács Jánossal föröl. Szerintem nem volt szabály Brükovics felugrása. Szidibe. Valahogyan még ki tudta onnan fejelni Szakály. Korhut. Bódi. Nem tudta befűzni rá támadó Balázs Zsoltot. Szidibe. Bódi picit hosszantolta meg, mégis tovább tudta tenni Kulcsárnak. Zsidai lövése messziről, éppen hogy mellé. A kapufa mellett 20 centivel lelakott kulacsot talált el Zsidai próbálkozása. Az első komolyabb kísérlet a második fél időben. Korhut visszapattant rá Balázs Zsolt a labda. És lágy részt talált. Hoppá! Köszönjük szépen Novakovicsnak.
Sok meccsen voltunk már, mint az Olá Gáborban, de itt ebből a nagyjából kapunyi helyben még senki nem talált be. Most majdnem ezt is megéltük. Nenad Novakovic egyébként elmesélte, hogy ugye volt egy komoly sérülés, és Németországban műtötték. Ugyanaz az orvos hozta őt rendbe, akihez Viktor Vázes került, mikor megsérült a Barcelona kapujában. És hát Novakovic még ezzel viccelt, hogy akkor tájt, amikor Valdes műtötték, volt egy hatalmas nagy védése Fehérváron a 2-1-re megnyert Vidi elleni bajnokin. És hogy Valdes biztos azért ment ehhez a német orvoshoz, mert látta, hogy Novakovic mekkorát véd az új térdével. Szóval ugyanahoz a specialistához talált el, vagy oda-oda küldték, ahová a Barca kapusa, most már félig pedig egykori kapusa is ment. Havicevic, előbb ért oda Brukovic, Máté hazafelé, és Novakovic. Póti, hoppá, elhagyta a labdát, Bódi Villám gyorsan csapott le rá, gyönyörű csérrel tűzi át Patvaros. Mihály is megy középen, Bódi inkább Kulcsár választja, Kulcsár visszakínálja lövésre, Bódi megcsinálja a cselt, és elrúgja a kapu fölött. Szöglet, hozzáértek ezek szerint. A harmadik alig, ha nem végképp megnyugtathatná a debrecenieket. És ehhez most közel voltak, bár hozzáteszem, hogy Bódi zseniális csele után ennél lehet, hogy nagyobb vagy tisztább lövő helyzetet is ki lehetett volna alakítani. Persze 16 méterrel szemben a kapuval ez így is az volt. De több látszott benne. Zsidai emeli be. Előti német, és az övé. Azt hiszem, önök is hallják, hogy most nem csak a kapu mögötti debreceni szurkolók kapcsolódnak be a biztatásba, hanem az oldalt ülő kis Kulcsát keresztezte le Varga, miután Karanon már majdnem túljutott. Na, azért ilyenkor látszik, hogy átérzik sokan, hogy mit jelent az elmúlt 21 év ezen a pályán. Iványi nagyszerűen tette vissza a labdát Horvútnak. Horvút pedig be is adja. Kárán fejéről szögletre pattan. Kis szöglet, Mihelics. Bódi. Megpattan a labda, de pont kényelmesen érkezik németnek. A gyors kilobás után Zsidai azonnal ott van Simon mögött. Ketten csúsznak át Simonra. Nehéz volna eldönteni, ki volt szabálytalanat. De biztosra mentek a debreceniek, hogy Simon ebből nem tud majd kihozni semmit. Abszolút mezőnyfölény az első 9 perc alapján. Továbbra is a Debrecennél a csereként beküldött Balázs Zsolt szinte a labdával sem találkozott egyelőre. Nem sok minden változott, ez pedig azt is jelenti, hogy Vekő Balázs újra hozzányúl a csapatához rövidesen. Balázs. Ajlajaj lábát, Korhut lépett oda. Balázs. Még bent volt a labda. Korhut szerelte. Pekán László Ábe mindjárt. KTL Phoenix Mekanóba, méghozzá Savicsot váltva, ami azt jelenti, hogy lehozza a csapatkapitányát rövidesen Vekő Balázs, és egy másik, ugyancsak karmesteri adottságokkal rendelkező, de azért
hát ha lehet így fogalmazni, a támadás védekezés arányban inkább előbbi felé hajló futballista kerül a helyére. Simon. Még kapart a labdáért, hogy meglegyen forró. Jó kis lövés volt. Novakovic maga biztos. Jó messziről elvállalt a forró. Volt is húzása a labdának. Szakály. Kulcsár. Bódi lába előtt ment el a labda, aztán visszatámadnak azonnal Bódi és Kulcsár, és meg is van a labda. Szakály. Fölkapta a lábát, simán előféltette azt. Máté. Mihelics perdíti tovább. Mészáros még megtartja. Mihelics. A megigazítás már sok volt, nem fér bele. Szakály. Korhut. Bódi tovább. Szép játék volt. Korhut teszi vissza a második hullámba. Végül is jöhetett ott volna valaki, csak nem jött. Majd Bódi ugrik neki Grécinek. Megváltoztatta Bekő Balázs a cserét még az utolsó pillanatban, és mégsem Savicsot hozza le a pályáról, hanem úgy dönt, hogy lehozza inkább Darko Pavicevicet. Ebben a 12 percben, ami eltelt a második félidőből, nem jutott el a Kecskemét játék a Pavicevicig. Tudod labdát megtartani sem, de mondom, igazából nem is volt nagyon mit megtartani. Savic, Lesről Balázs. Volt egy időszak, amikor Balázs volt stabil kezdőembernek számított, de aztán jött Szécsi, jött Gréci, beleerősödött a bajnokságba Pavicevic, akinek volt lemaradása, és ennek elsősorban Balázs Zsolt lett az áldozata. Most azért egy fél idő jut neki. Varga. Savics elő Zsidai elkanalazta, Balázs és Patvarostól Pekár. Pekár ügyesen viszi befelé. Korhut gatyaféken, de így is nála marad. Szakály. Mihelics elé tette a labdát. Mészáros nagyon kéri. Ott van nála. Nem, ott nincs nála. Picit lassú volt ez a labda. Forró, óriási sprint. Szakály elnyomta. Tiszta szerelés. Nagy taps. De a játékvezető mégiscsak szabálytalanságot látott, ami a taps helyett azonnal kütyöt csal ki a nézőkből. Van még egyszer, hát rátette a kezét, és aztán oda is nyomott egyet Szakály. Jogos a szabadrúgás. Zsidai. Máté veszi vissza a labdát. Brükovic. Bekő Balázs harci pózban megáll, és azt mutatja, hogy följebb, följebb kell menni. Újabb ütközés a forró oldalán, és ezúttal ellene az ítélet. Még ha vitatja is forró, és a vállára mutat.
A Loki stadion egyébként hivatalosan is elkészült, megvan a használatba vételi engedély, május 1-i nyitó ünnepség. A jegyek 10%-a, erről kaptam információt, nem kelt még el, tehát az utolsó jelentkezőket várják. Nem oda nézett, pedig Mihalics ahova passzolt, szépen akarta, Kóti viszont számított rá. Balázs indításában Korhut lép bele, az utolsó pillanatban pedig itt óriási területre tehette volna be Balázs, együttemmel hamarabb gondolkodik így. Aztán nála van megint. Már pont lefordult volna, amikor ezért a belépőért jár a szabad rúgás. És ott irgalmatlan fájdalmai vannak Simonnak. Szegény szinte vonaglik a fájdalomtól a füvön. Pekő Balázs mehel életet a kispadba, és szól oda valamit azonnal. Itt látjuk a belépőt és ennek a következményét még egyszer. Eddig Balázs és Pekárt küldte pályára Bekő Balázs. Ha támadó kell, akkor jöhet még Bebétó. Aztán ott van Farkas András a benevezhető cserék között. A brazil Correira Silva Eliomar, illetve Gyagya. De Bebétó lesz, aki bejön majd rövidesen. És ebből így Simon számára nincsen folytatás. Szomorú, de tényleg vannak játékosok, akiket egyszerűen üldöz a bal szerencse, akik épp hogy meggyógyulnak, vagy épp hogy bizalmat kapnak hosszas csapatkeresés után, és bejutnak rak. Nyilván nem kívánom ezt Simonnak, sőt az, hanem a valamennyiünk kívánság, hogy ne legyen súlyos a sérülése. De most hosszú idő után és rengeteg csapatváltás után végre úgy tűnt, hogy van egy edző és van egy csapat, ahol stabilan játszhat. És erre úgy tűnik, hogy komoly sérülés szenved. Bebétó fog majd beállni a helyére. Ezzel fél órával a mérkőzés vége előtt Bekő Balázs kifogy a cserékből. Ebből a szempontból egyik edző sincs irídésre méltó helyzetben a túloldalon. Ugye volt már két kényszerű csere. Összesen két védőt ültetett a padra. Kondás Elemér alig ha gondolt, hogy mind a kettőt be kell majd dobnia, úgyhogy innentől kezdve Vadnai, Volász, Tisza és Szejdi reménykedhetnek még abban, hogy pályára lépnek majd. És akkor ilyen Bebétó, akinek voltak már fontos góljai ebben a bajnokságban, hogy más nem mondjak, Mezőkövetsről az ő góljának köszönhetően tudott 3 ponttal eljönni a csapat, de betalált a Videóton kapujába is. Ő jön Simon helyére, Rudánszki után, tehát Simon és Kordányó adja el a pályát. Pekár szabadrugása a 64. percben. Bódiék sem tudták egy pillanatra, hogy a fejükről hova pattant a labda Mihalicsel. Pekár gyorsít, szépen húzott el. Szakály hátul, ő mentett. Varga. Szidibe. Kulcsár pörgeti le magának egy picit hosszan. Varga becsúszása után Bódinál a labda, szabad a másik oldal, Mihalics. Korhuttól CDB-hez került a labda. Kulcsár. Szakály. Mihalics. Átemeli Mészárosnak. Gréci mellől nem sikerül jól beadnia már.
elcsúszott forró az indításnál. Bebétó szépen kapta maga elé, Korhut jó belépője. Itt viszont nincs lesz, ketten is indulhattak a labdáért, Bebétó inkább középre húz. Pekár viszont kicsit nehezen vette le, aztán Brikovicsot próbálja faképnél hagyni, el is küldte ezzel a csellel, de Brikovics fölpattan és blokkol. Az elmúlt héten a Paks elleni 0-0-ás meccsen Szejdi és Volász volt a két csatár a Debrecenben, most pedig Kulcsár, aki visszakerül a csapatba, megküzd a szögletért. Szóval, akkor Volász és Szejdi a 0-0-ás meccsen, most Kulcsár és Szidibe, ugye az egyik gólt, a másodikat nevezetesen 1-1-ben ők hozták össze, az elsőt egy kipattanóból Szidibe szerezte, még ha nincs is kimondott a verseny csatárpárosok között, és ha nincsenek is persze kimondottan ezek a párok így összenőve, de hatékonyságban most nagy a különbség. 67. perc már, Német üti a labdát. És aztán hozzá kerül vissza. Bebétó kapott rossz paszt. Kanyarintja be, remekül a labdát, Bebétó nem tudni kinek próbálta lefejelni. Pekár ért oda. Savic, szépen nyúlt alá Póti. Még mindig is felszabadítva az a kapu, Brükovics dobta bele magát Balázs lövésébe. Forró vissza, Zsidai hatástalanítja. Szépen csinálta Forró. Nagyon úgy tűnik, hogy Kondás Elemér ma nem cserél csatárt, hiszen a harmadik változtatása az lesz, hogy Vadnai Dániel érkezik majd a pályára, ami azt jelenti, hogy sem Tisza, sem Szejdi, sem Volász nem kap lehetőséget a mai estén. Kulcsár egyedül van három Kecskemétivel. Karan oldotta meg vele szemben. Aztán Bebétó ráesett Brükovicsra. És ezért is nézik, hogy ki kell rúgni a labdát, de úgy tűnik, hogy nem, a kecskemétiek megálltak. Bebétó kér elnézést, és Brükovics tudja folytatni, nem kell megszakítani a játékot. Szóval Vadnai készülődik. Ami persze attól függően, hogy ki jön le, azt is jelenteti, hogy Kondás Elemér most már inkább biztosítja majd a vezetést. Szakály. Pekár adott egy kötény Módinak. Zsidai. A második félidő irama színvonal azért elmarad az elsőtől. Mondanám, hogy lehetett rá számítani, hogy ezt nem bírják végig a csapatok, vagy nem bírja végig a Debrecen. Az ember mindig azt reméli, hogy azért ilyenre is van példa, hiszen én nagyon sokszor látom mostanában olyan csapatokat, amik megnyomják a meccs elejét, és aztán nem bírják azt a tempót. Bódi. A beadása nem jutott túl Karanon. Ez nem volt szabálytalanság. Zsidai csak eldobta magát. Bevétó kap indítást, az asszisztens elengedi. Középen ketten is jönnek. Korhut sodort el. Az első orvosi jelentések alapján Simonnak a bal térde picamodott ki, és ezért kellett őt lehozni a pályáról.
Kulcsár közelít német kapujához, de megállították, és ebből most egyből el is jöhet Karan. Kérdés, hogy ő akarja szervezni a játékot, a válasz az, hogy nem, inkább ráhagyja Savicsa. Forró. Bevétónak nem volt jó ez a labda, Mészáros, és visszatette úgy Máténak, hogy föl lehessen szabadítani. Patvaros. Megint Máté helyezkedett jól. Póti. Bekár. Balázs gyorsít, de nem találja el jól a labdát, mikor beszeretné adni, és ez így most már Zsidai lehetősége, inkább csak átrúgja a másik térfőre. Május 10-én játszik majd először az új Nagyerdei stadionban a Debrecen, hogy miért ez a stadion búcsúztatonos, azért, mert legközelebb majd a Perusz stadionban látogat bajnoki mérkőzésen a csapat Pápára. Ezen a héten, pontosabban az előttünk álló héten majd Fehérváron lesz a Ligakupa visszavágó, ugye 1-5-ről a Debrecen szempontjából, és a következő héten Diózsérben Magyar Kupa elődöntő visszavágó, úgyhogy május 10-én esedékes a legközelebbi hazai meccs. Szakály. Kulcsár. Nincs egyelőre senki, aki kísérni az akciót. Most Bódi mozog, Kulcsár inkább egyedül. Majd vissza is fordul. És aztán szépen húzta még oda Bódinak. Hogy kihozta a Debrecen viszonylag szorult helyzetből. Póti tudta kifejelni. Kondás ellenére rendkívüli módon mérges. Azt hiszem, hogy az ő lelkét nem kevésbé nyugtatná meg egy harmadik debreceni gól, mert akármi is a meccs képe, akármennyire is képtelen helyzeteket kialakítani a Kecskemét, de bármikor szerez egy gólt, onnantól nyílt megint a meccs. Savics nem sikerült az átadása Bevétónak. És Vadnai még mindig vár a pálya mellett, hogy megszakadjon a játék. Szakály megvárta az ütemet, visszarántás volt. Szerintem nem büntető következik, mert kívül az eset, de ettől még piros lapot kap Patvaros. Tényleg nyúltam ez, alig ha lehet ez kérdéses. Elsőre úgy tűnt, hogy valóban még kívül történt a szabálytalanság. Tehát ahogy Szakály rá kocogott a kecskeméti védelemre, az inkább már ilyen 3-3 elleni edzés gyakorlatnak tűnt. És aztán a legjobb ütemben tette tovább a labdát. Korhut helyére érkezik Vadnai, ami pedig azt jelenti, hogy nem kell találgatni átalakításról, mert alig nem Vadnai lesz a bal hátvéd egy az egyben. Játszott ő már egyébként ezen a poszton, a Debrecenben is. Itt van még egyszer az eset, illetve csak az, ahogyan Kulcsár elesett, itt a vége. Hát azt hiszem, hogy ennél közepebbről és ennél közelebbről nem lehet szabadrugást lőni. 16 méter 47 centi, és pontosan a kapu középvonalánál a labda. René Mihelisnek van már szabadrugás gólja, és ott az újabb! A Győri Eto elleni találatát követően most csavarint egyet a Kecskemétnek is. 3-0. És így, hogy már emberelőnyben is van a Debrecen, alig ha nem zsebben a 3 pont. Kondás elemér még külön kihívja gratulálni a szlovént, aki hajszál pontosan tekerte el a labdát, német nem tudott rá megmozdulni. Mihelics második gólja a bajnokságban. És német még egy picit szerintem el is lépett a másik oldalra, mint ha oda várta volna erőből.
Tehát erre lehet, hogy akkor sem ért volna oda, hogyha a sorfal mögött olálkodik, hogy meglássa a labdát időben. Az elmúlt időszakban sokkal inkább kellett arról beszélni, hogy a kapott gólok szempontjából dönt rekordokat, de nem épp debreceni szempontból szívmelengető rekordokat a Loki, hiszen ugye kaptak 5 gólt a bajnokságban az MTK-tól, és kaptak 5-öt a Liga Kupában a Videótontól. 3-at utoljára november 23-án a Bozsik stadionban rúgtak. Legalábbis bajnoki mérkőzésen, hát ugye volt itt kupameccs a Diózsör ellen, de a bajnokságban 3-ig nem jutottak el azóta. Német vetődik ki. És pontosan ugyanúgy áll a két csapat, mint az október 19-i kecskeméti bajnokin. 3-0 Debrecennek. Szakály. Bonnai. Bevétó. Bódi összeszedte a Mihelics által megszerzett labdát, és Zsidai most már. És így, hogy ez a meccs, ez nagy valószínűséggel megvan most már a Debrecennek, érdemes felidézni azt, amit a Nemzeti Sportnak adott interjújában Dombi Tibor mondott, aki egyrészt úgy fogalmazott, hogy ez a meccs ez nem fontos, hanem sorsdöntő, és hogyha meg lesz a győzelem, akkor kiegyenesedik a Debrecen, és akkor már nehéz lesz a csapatot megállítani. Hát egy pillanatban a 3 pontból csinálhat 6-ot a Loki, és így aztán a holnapi Újpest elleni meccsnek Horváth Ferencék -6-tal futnak neki. Nyilván azért is borzasztóan fontos egy győzelem a Debrecennek, mert a legutóbbi 3 mérkőzésen a csapat összesen 2 pontot szerzett. Szidibe, Mészárosnak teszi tovább. Lájdan alányul, Szakály, ollózás! Az igazi csattanó ez lehetett volna, amiért talán még az Oláh Gábor utcai stadion sem látott. A mozdulat tökéletes, igazán tisztán Szakály nem talált el a labdát. Mészáros szépen emelte vissza neki. És azt hiszem, hogy Mészárosra sincs ilyen panasz. Nem szánt neki alig, hanem ennyi időt Kondás elemér, de tulajdonképpen hiba nélkül a Keddinél sokkal labda és magabiztosabban hozza a találkozót. Balázs labdaszerzése, itt a szépítési lehetőség. Még mindig vár Balázs, és már nincs nála a labda. Minden áron a lövőlába felé akarta tovább cselezni magát. És ebből most egy kontra indul a másik oldalon. Kárán becsúszása egy ütemmel késik. Bódi talpon marad. Nagyszerűen húzogat Bódi. Ő is gólt akart szerezni. Mihelics. Bódi mögött Vadnai kéri a résben. Ő kanyarintja át Kulcsár felé, aki ez végül Varga fejéről eljutott a labda. Szidibe. Ott hagyja Mészáros lövi, megpattan mellé. Újabb szöglet. Bő 10 perccel a meccs vége előtt tovább nyom a Debrecen 3-0-ás előnye birtokában. Mi pedig negyed óra múlva nyomjuk tovább a képet és a hangot majd Diósgyőrbe, hiszen a mai nap utolsó mérkőzése a Sporttelevízióban a DVTK Paks meccs lesz. Létfontosságot, főleg a Paks szempontjából, de a Diósgyőr céljai szempontjából is. Szidibe fejes, mellé! És aztán veri a fejét
ha nem is a falba, de a saját kezébe. Itt van Mihelyi szabadrugása még egyszer, tökéletesen nyest el a fal fölött, ez bárki állott és bármekkora magasra ugrik, ebből nem lehetett volna hárítani. Kondás elemért pedig egy kis privát gólöröm. Annak idején, amikor gólokat szerzett itt az Olá Gábor utcában, hasonló módon dobálhatta a puszikat. Szakály. Pedig ő nem egy pusziket. Fiesztát szeretett volna a Debrecen. Megkapta. Illetve megteremtette, azt hiszem. Megy végig a hullám a stadionban. Máté fejéről pörlő fel a labda. Kulcsárlő megpattan. A negyedik! Kulcsár akkor oda-vissza gólszerző a Kecskemét ellen. És így aztán a színibe Kulcsár párosnak most már vastagon és elérülhetetlenül érdemei vannak abban, hogy a Debrecen kiüti a Kecskemétet. Bekő Balázsék most belefutnak a késbe. Ebben volt egy pici szerencse, hiszen irányt változtatott a lövés, de Kulcsár időben reagált. Itt ugye Máté fölfejeli, majd nincs, aki menjen a labdáért, tehát van ideje megvárni, míg leesik. És az igazítás után Kurcsár még előbb, mielőtt odaérnének. Németh meg repül a másik oldalra, a labda eredeti helyére. És akkor, ha már arról beszéltem, hogy mikor rúgott hármat utoljára a Debrecen, akkor esik szó négyesről, az is november, az most német labdája. Két fordulóval korábban Újpesten szereztek utoljára négy gólt. Hazai közönség előtt a Diósgyőrnek és a Fradinak is ennyit rúgtak augusztusban. Kulcsár, hogy ott hagyták? Benéz középre és konstatálja, hogy ezt egyedül kell befejezni. Kulcsár! Óriási! Hogy mit tesz az önbizalom valakivel? Egy perccel a gólja után így alábökni. Az ötödik. És az egész csapat ott a kispad előtt. Most kiderül, hogy az edzőknek kijelölt türelmi zóna alkalmas-e 11 ember befogadására. De az egész onnan indult, hogy Kulcsár felnézett, és egyszerűen döntést kellett hoznia, hogy mivel a többiek sehol nem voltak, mit is csináljon vele. Itt az a pillanat, amikor hátranéz, aztán felnéz, és zseniális megoldással rúgja saját maga második csapata ötödik gólját. Vannak meccsek, amikor minden bejön, és a Debrecennek nem is jött be minden. A felhőtlen öröm pillanatai debreceni részről. Az jó volt, egy skorpió mozdulat Karántól, miközben alászorult Cidibe. Előkerülnek a pirotechnikai eszközök. A labda Zsidainál. Múlt vasárnap Bekő Balázs a harmadik félidő vendége volt, és elmondta, hogy a pofonokból is sokat tanult. Tehát ekkorát nem nagyon kentek még le nekik. Bár volt része hasonlóban, hiszen a Mezőkövet 6-ot, a Pécs pedig 5-öt rúgott nekik bajnokin, de hát akkor legalább ők is hozzá tudtak tenni két gólt.
ez most mínusz 5. Mihelics, aki folyamatosan úgy passzol, hogy az ellenkező irányba néz. Ő gyakorlatilag a szabadrugás emelése óta egy laza edzésen van. Mészáros, Bódé. Kadnai. Megint Mihelics ugyanúgy. Szakály, Kadnai. Szidibe, Zsidai. Ott megy a hullám, miközben a labda is hullámzik egyik oldalról a másikra. Kadnai most már behagyja középre, Karam fejelte ki. És Balázs szerelte a visszalépő Kadnai. Kulcsár. Előtte marad. Át a túloldalra, Szakály lekészíti. Bódilő fölperdül, és Németh. A polgármester Kósa Lajos. Aki megírhatja, hogy egészen biztosan lesz a csapatnak minimum 3 pont előnye a következő héten. Itt van Németh védése még egyszer. Az elején benne voltak a bravúrok Némethben, de aztán pont egy róla kipattanót terelt a kapuba Szidibe. Megindította a gólok sorát. Bekár. És most állt talpra minden debreceni szurkoló, hiszen itt a meccs hajrája. Nyilván egyrészt van egy olyan játékvezetői gyakorlat, hogy ilyen egyértelmű meccsen már nem hosszabbítanak sokat. Ugyanakkor a szabály szerint a játékvezető köteles annyit hosszabbítani, amennyi időt elvesztegettek játék megszakítással. Márpedig szegény Simon ápolása azért eltartott egy 2 percig. Mészáros, hogy kerül oda? Megemeli a labdát magának. Aztán kicsit mögé jött a Kulcsárnak. Kulcsár meg egészen vissza Szidibének. Szakály. Kulcsár. Mihelics. Mihelics csavarja el. Nagy. Mert a Németh, bocsánat. Szépen ütötte ki, igaz végül a kezéhez érkezett, pont oda csavarodott Mihelics labdája. Szakály nem hagyja elnyomni magát. Aztán csak becsúszott elé Forró, pont Takács János az alapvonali játékvezető óra előtt, nincs szó büntetőről. Bódi pedig azonnal visszaszerezte. Tovább kerül labda, Vadnai még hozzá tudott nyúlni, és megint visszakerül a Debrecenhez, Póti, illetve Bódi. És elkezdődik az utolsó perc ebben a stadionban. A játékvezető pedig, ugye említettem, hogy ez egy érdekes helyzet lesz, de hát akkor az A verzióhoz tartja magát, vagyis dacára a hosszú ápolási szünetnek az 5 gólos különbség miatt nem tervez hosszabbítást. Szakály. És amit kértek, az be is jön, nevezetesen, hogy ez a mérkőzés ne csak arról legyen emlékezetes, hogy az utolsó meccs ebben a stadionban, hanem arról is, ahogyan a csapat játszik, és hát ennél jobban nem is játszhatott volna. A szezon legnagyobb győzelmét aratja a Debrecen, amely immáron 6 ponttal vezet, igaz egy mérkőzéssel többet játszva a legnagyobb rivális Győri Etónál, de ismét demonstrálja, hogy nem felejtett el futballozni,
és hogy nem csak eredményes tud lenni, hanem minden szép játékkal is megfejelheti. Kondás ellenér itt ki a közönségnek. Méltó módon búcsúzik tehát 21 év után 6 bajnoki cím, 6 magyar kupa győzelem, 5 szuperkupa győzelem és egy liga kupa győzelmet követően Nomek sikerrel megvívott BL selejtezőket is azért vegyünk ide. Szóval a modernkori sikertörténet egy része lezárul, és nyílik egy új, egy impozáns több mint 20 ezer létesítményben. Szidibe és Kulcsár duplázni tudott a meccsen, Mihelyt csugott még egy szabadrugás volt, a vége DVSC Teva, KTS Főnix Mekano 5-0. Én ezzel köszönöm a figyelmet, a szó Budapestén.